reggel olyan 7 körül ugye kimegyek a 1-es villamos a Flórián térig, akkor ott felvesz az István, akkor olyan, hát körülbelül ilyen 8:30 fele leérünk, és akkor 10-kor nyomunk egy edzés úgy déli. Hát az kemény szokott lenni. 16 évesen Európa-bajnoki cím. Ezzel büszkélkedhet Kis Péter parakajakos, aki edzőjével Pruzsina Istvánnal éppen reggeli edzésére készülődik Dunavarsányban. 1-2. Péter edzőpartnerével Juhász Tamással egyszerre vág neki a Ráckevei Dunának. A kitartó esőzés ellenére is hosszú edzésre számíthat, mivel a múlt heti poznáni ebédiadal óta nem nagyon ült hajóban. Mivel Petya egy hete nem tudott tevezni, inkább ilyen hosszabb résztávok lesznek, néha belepörgetnek, lesz egy bemelegítő rész, ilyen 10-3 perc. Figyelj, 70-en kezdünk! Kész, rajt! Sikerük értékét növeli, hogy az Európa-bajnokság volt Péter első felnőtt nemzetközi versenye. A KL1-es kategóriában, ahová ő is tartozik, olyan versenyzők eveznek, akik deréktől lefele mozgásképtelenek. Péter 8 éves korában egy vírusfertőzés után kényszerült kerekesszékbe. 8 éves koromig semmi baj nem volt, és akkor hirtelen jött egy ilyen megfázás, betegedés, nagy lázzal. Én 41-2 fokos volt, és akkor úgy már kezdtem érezni magamon, hogy nem vagyok a helyzet magaslatán, tehát így kezdett zsibbadni a talpam, meg így gyengülni az izomzatom, meg minden. És akkor átmentünk a házi orvoshoz, hát csak annyit mondott, hogy pihenjek egy hetet és jobb lesz. És addig ugye a vírus az úgy dolgozott, tehát akkor már körülbelül gyölbe kellett átvinni a édesanyámnak, akkor már látta, hogy azért nagyobb baj van, és akkor már nem is Szigetvár, hanem egyből a Pésre, a gyermekklinikára ugye beküldtek, és akkor ott úgy nagyjából egyből diagnosztizálták ezt a Guillain-Barré szindrómát. Ezután került Budapestre a mozgásjavító általános iskolába, és itt találkozott Istvánnal, aki az itt tanuló gyerekeknek biztosít sportolási lehetőséget. Milyen alapát? Hát úgy jó, jobban meg tudom törgetni, csak mondjuk a bandázs az így hiányzik. Jó, hát azt megcsináljuk jól. Picit szélesebben fogjad, jó? Ügyes gyerek, az biztos tehetséges, jó a vízfogása, jó a keringése, ugye az úszóedzések miatt. Ezt így vegyítettük a kettőt. Meg nagyon akarja, tehát nagyon bizonyítani akar. Igazándiból így betegségem előtt csak így futottam, meg fociztam. Futni azért úgy nagyon szerettem, tehát akkor már előtte is sportoltam meg minden. És ugye amikor ide kerültem, akkor egy kicsit azért elhagytam magamat így a betegség által és ilyesmi. És akkor végül úgy mondták, hogy akkor kezdjek el úszni, mert azért az jót tenne, és akkor látták, hogy akkor azért tehetségem is van hozzá. És akkor leküldtek kajakozni, és akkor ott látták, hogy a medencébe 25 méteren, jó kis túra, kajakkal, hogy azért azzal is úgy megyeget. Igazából ez az egész együttműködés nem lehetett volna létre, a Petya szülei nem bíznak meg bennünk és bennem, úgyhogy nagyon köszönöm nekik. A Honvéd kajakkenu szakosztálynak, Horváth Gábornak és Kökény Rolandnak, akik nagyon támogatják és nagyon segítik a parasportot. És a mozgásjavító általános iskolában a Locsmándi Alajos igazgató úrnak, aki maximálisan támogatja a sportot, a parasportot ugye, és Szűcs István úszóedzőnek, mert közösen dolgozunk. Amikor nem kajakozik Petya, akkor úszik, és ezt a két programot teljesen össze tudjuk hangolni, hogy a Petya fejlődése legyen szem előtt, ne pedig a különböző edzői érdekek. Az EB arany megnövelte az elvárásokat Petya irányába, aki profi sportolóhoz méltóan már a következő versenyre koncentrál. EB után persze mindenki azt mondja, hogy nagyon nagy esélyes. Én úgy gondolom, hogy a kvóta az elsődleges cél, vagyis pontosan az elsődleges cél kijutni a világbajnokságra, két válogatón keresztül, utána pedig megpróbálunk kvótát szerezni. Ő még az út elején járt, tehát ő egy teljesen friss versenyző, kezdő, úgymond kezdő versenyző, ha mondhatjuk így, bár már 3 éve kajakozik. Én szerintem 2024-re lesz egy kiforrott érett versenyző. De ha már idén jól sikerül a világbajnoki válogató, és nyáron a szegedi VB-n az első 6-ba kerül, akkor már 17 évesen ott lehet jövőre a tokiói paralimpián.